I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no official records regarding your Karati citizenship. Furthermore, I must legally advise you against traveling into Karat. We have no official diplomatic presence in Karat due to the civil unrest with the Golden Path. In regards to your intent to bring with you the cremated remains of one Ishwari Gale, you'll need to bring with you the passport for the deceased. Hey. Passport. What's happening? Distinctly remember saying, stop the bus. Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Stop. Shoot. Do those words sound the same? That it got out of control. I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Got out of control. I hate when things get out of control. Oh! One fucking job, but you couldn't fucking do that! And I got blood on my fucking shells. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Is this your plus one? Strong silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all of this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just throw their shit at each other. You know. Oh, would you hold this? For just a moment, I want to get a little... right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. This will soon be behind us. It'll be off on a grand adventure. Because I
have cleared my calendar for you. You and I are gonna tear shit up! Should I stay or should I go? Na, szóval valamilyen intro kell szerintem egy Far Cry 4-nek, és meg is lett, ugye? Végre itt van a kezünkben, és ki tudjuk próbálni ezt a nagyszerű játékot. Megmondom őszintén, itt egy rövidebb részt még kivettem. Itt volt a főnökkel még egy ilyen tárgyalásunk, amikor is a szakállas fickót elvitték, aki volt velünk, és valószínűleg most tölték meg. És most már a miénk az irányítás. És mondta a srác, a főnök, hogy maradjunk itt. Aha, jó. De ugye nem kellene megvárnunk, mivel valószínű, hogy meg akar ölni minket. Na nézzük körül. Aha. Jó, oké, menjünk egy kicsit szerintem, mozgok. Egy picit. Rögtön jól néz ki ez a játék egyébként. Ott vannak, nézzétek. Jelzi a játék, hogy milyen tárgyakat lehetne összeszedni. Mi a franc ez? Ezt össze lehet? Jó. Kíváncsi leszek erre a játékra. Megmondom őszintén, ezt egy ilyen first look videónak tekintem. Search. Aha. Jó. Mivel nem tudok semmit a játékról, nem néztem róla egy darab gameplayt se, lehet, hogy én vagyok a világon az első ember, aki még mindig nem látott gameplayt a játékról, de én nem néztem meg róla. Inkább úgy gondoltam, hogy kipróbálom, és akkor így az első benyomások alapján fogjuk megmondani, hogy mennyire jó vagy nem jó. Annyi, hogy kicsit állítottam itt az egér mozgáson, lehet, hogy egy kicsit túl gyors lett, majd visszavesszük, hogyha igen. Voltak még dolgok, amit össze lehetne szedni, na? Aha, ott. Jó, van. Ez meg nem a... Ezek nagyon-nagyon csúnya emberek lesznek. Hol lehet még gyűjtögetni? Itt volt valami még. Ott egy láda. Rettentő gyorsan mozog egyébként. Nagyon szépen fut ez a játék. Igaz, hogy nem maxon, nem padlón játszom, de elég jó fel van állítva a grafika, de és ahhoz képest is egész jó. Jó. Kézi fegyverbe. Lőszer, ami igazából nincs is kézi fegyverünk. Nem itt történnek a csúnya dolgok? Gyerekek, ide nekünk le kell jönnünk? Hát ezt nem tudom, hogy ki kell nyitnom. Nyissuk, ugye? Ha, jó, most mentett a játék. Úgyhogy nem kell újra kezdenünk, hogyha esetleg... Tudok lopakodni, vagy valami? Aha, jó, így. És ez így is marad, nagyon jó. Nagyon szupi. Remélem, hogy ez a játék is valami sandbox jellegű lesz. Itt az előző részek. Lehet, hogy állítok egy kicsit még itt a hangerő, mert rettentő hangos, nem? Nehogy elnyomja itt a dumásomat, akkor semmit nem fogtok érteni. Aha, itt kínozzák a haverunkat. Furcsa, hogy nem vesznek észre minket, mi? Piák? My name is Saban. I'm with the Golden Bond. We're friends. I knew your father. We're here to rescue you, son of mine. What about Darpan? You are. Sosem tettem észre, nem lehet átlépni az animációkat, az ilyen árvezetőket egyébként ebben a játékban. Darpan would understand. Now stay close. Jó, megyek mindjárt farján. Ajaj.
Hajon, gyerek. Jó, megyek. Azt hiszem, hogy kinyitja azt az ajtót, durva dolgok fognak venni ott kint. Ahogy ne értem. Na most nyomok egy izét, még lehelyebb alakítom, ne haragudjatok. Ez rohadt hangos ez a játék, nem? Vagy csak én élem így meg? Ja nem lehet, de lehet egy kicsit így valahogy. Jó. Oké. Okay. Na, adjunk neki. Mit kell csinálni? Oda kell mennem. Ajaj, futnom kell el, hogy, mit csináljak. Ha fedeznek, jól van. Ú, gyerekek, nagyon nagyobb pattogol össze. Ja, az autóhoz, meg! Utás! Belépés, fenyő! Csak ne vedessek! Van a lényeg, ott egy elefánt, úristen! Ó, ez ilyen hegyekbe játszódik, tök jó! Nem hiszem el, közben megy valami értelmezzen, nem tudom mennyire hallgattok. Ó, lőnöm kell? Mire? Aha. Jó van, akkor nem. Kilőtték az üveget, vagy én lőttem ki? Jó van, nyugi, nincs semmi baj. Fordosok! Fuck yeah! Ugye, ha jól tudom, ugyanezt azt az engine-t használja, mint a 3. Szóval olyan nagy gépigény problémák nincsenek vele. Az meg. Meghaltunk? Még mindig szól ez a zene. Nem haragudjatok, hogy itt ordítok, csak egy máshogy élem meg szerintem itt a hangerő dolgokat, mint ti. Jó. Ja. Pocsolyába léptem, sáros tett az új cipőm. Na hát a sofőrünknek annyi. Ott egy mobil. Retro mobil. Itt. Aha. Ez inkább egy ilyen walkie-talkie. Na. Fuck. The driver's dead. Ott egy kés. Okay, listen to me. Macsete. Szerű. Olyan bedesz kések vannak ebben a játékban, minden egyiben felfáltrájokban, komolyan mondom. Okay. Wow, de jól néz ki ez a game, gyerekek. És marha jól fut. Kicsit lehet, hogy... Nem tudok ütni. Nem tudok ütni vele. Komolyan. Nem lehet valamit gyűjteni még? Miért nem tudok ütni? Ne, jönnek. Na, mit kell? Ez mit mutat? Ja, ez mutatja, hogy mennyire vagyok észrevéve. T-vel tudok dobni követ. És C-vel meg legugolni. Oké. Okay. Na, tével dobjuk követ. Oké, jó, hát ez... Jaj. Arra mennyi, hová? Ja, ilyen kis tutoriál munka van. Hát igazából ezt már egyszer végigjátszottuk a Far Cry 3-ba. De gondolom, akik nem játszottak a 3-mal, azok megvan ez a nagyon szép kis tutoriál. Ki szerette a Far Cry 1-et? Emlékeztek ti Far Cry 1-re? Én nagyon-nagyon szerettem. Megbírtam. Úttörő játék volt, és szerintem még mindig megállná a helyét. Jobban szerettem, mint a Crysis-okat. Jó, hát ott nem tudom, hogy fogok elmenni. Jaj. Észrevesz. És hogy lopakodjak ettel, gyerekek? Oda túloldat kellett volna elmenni, na? De hogyan? Pazd, majdnem fejbe dobtam a csávot.
Nem tudom, merre kell menni. Tényleg nem néztem be a gameplayt. És tudom, hogy mit kell csinálni, úgyhogy ha elbénázom, akkor ne. Jó, oké, dobok mindjárt, csak fogalmam sincs, hogy hol a fenébe dobjuk. Valahogy úgy kellene, hogy... Ne, jó! Ez majdnem észrevett, itt jött erre. Arra mennyi egy kis csávó, vissza, de... Az anyád! Ne! Ez nagyon-nagyon-nagyon para! Jaj, ne! Az észre fog menni, gyerekek! Nem hiszem el. Oda menj! Egyszerűen, menj oda! Menj már oda! Ó, gyerekek! Jaj! Menjünk a víz alá! Basszus! A franca gyerek! Jó, hát azt sem tudom, hol vannak. Kösz. Tudnám, hogy hol bukkanhatok ki. Na jó, itt megnézzük, hogy mi van. Jó, vagy jó. Basszus, de jól néz ki az a... Mi az a hegy, gyerekek? Rohadt jól néz ki az a játék, és az a köd meg minden. Oda tényleg fel lehet menni? Lehet a fenét, mi? Csak bizony dolog van itt. Jól néz ki ez a játék, és iszonyatosan jól fut, feljebb kell állítanom a grafikát a következő gameplay-re. Ugye én rögzítem is itt a játékot, amit a videót csinálom, és még így is rettenetesen dinamikus, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól fut. Egy recenés nincs, úgy féltem ettől a játéktól, hogy na mondom, biztos Far Cry 4 az majd itt adja a gépnek a problémát. Aztán nem, mi ez? Mi volt ez? Ott egy szarvas, hogy mi van ott? Ez tök jó megy. Viszont... Ja, hát feljebb kell állítom egy picit majd. Ez mi? Ez a szokásos Far Cry 3-as gyűjtögetés és móka fel a zsákba. Jó, igen, mi ez? Mit kell? 1-es, 2-es, elbetűvel igen, ezt megnyúzzuk. 1-es, 2-es, 3-as, 4-essel. Választunk a tárgyak között, és akkor lehet dobni is. Lehet dobni vadállatnak ilyen húst, és akkor oda fut és megtámadja a katonát. Aha. Ja. Akkor ezt nézzük meg, hogy működik. Biztos arra kell menni, és akkor ott meg lehet oldani. Maradok lopakodásban, lehet, hogy egy kicsit hülyénységnek csinál, vagy hülyén csinálom ezt. Nem tudom, hogy mi van előttem, ugye. Jól néz ki, nagyon tetszik ez a játék. És tetszik, hogy végre nem, komolyan mondom, sokan utána olvasgattam, hogy írták, hogy majd már, most már nem dzsungel, meg hogy inkább ilyen hegyes, meg havas rész, meg ilyesmi, hogy az annyira nem jó. Nekem szerintem tök jó, hogyha újítanak egy játékba például. Amikor ment régen a Medal of Honor sorozat, nem tudom, ismeritek-e, ugye mindig volt ez a második világháborús dolog, és akkor volt, amikor váltottak. Úgy gyerekek, valami van itt. Nem tudom, mi volt valami, valaki nyugtalankodik ezzel. Na nézzük meg, hogy kell itt 1-es, 2-essel váltani. Oh yeah, ha 1-es. Ja, és akkor így lehet már. Aha, jó. 2, igen, nem húst dobhatunk, semmi más. Akkor kiválasztom. És akkor most a T-vel dobja a húst, ugye? Hát hol volt itt ez? Egyébként ugye az én repertoáromban, ami videók között... Hol van itt? Nagyon nem szokott lenni FPS. Na mindegy, megpróbálom oda basztom ezt a húst. Ja, nem basztottam. Kivel? Mivel dobja oda? Evel? Errel? Itt ki tudom választani. De mi a fene? Hogy kell? Hogy kell eldobni? Ez a követ dobja. Azt is nem olvastam el, mi?
kiválasztom, ott mi az 0, 9, ZT, ott vannak a gombok, R, és igazából itt a kettest írja. Nem tudom, mivel dobja oda. Sajnálom, gyerekek. Hogy mi a fasz ez? Hengesztő parkra. Jobb gombbal. Mit lehet? Fegyverek. Ja nem, ezek skillek. És nagyon ezt akarja a gond. Mégis ezt nem muszáj megcsinálni most, nem? Ez van, nem tudom, fogalmam sincs, hogy lehet eldobni. Jó van, ez van. Ja, a közelharci dolog, ez úgy látom, hogy a... Aha, de muszáj lesz, hogyha meg akarom kerülni itt a dolgokat, úgy látom. Mindegy, megpróbálok akkor izével, tével itt elcsalogatni őket. Hát itt le tudok jutni nagyon? Aha, le, jó. Oda, menjél meg, még arra. Menj már arra, gyere. Uha, ez hülye ötlet volt. Ugye hülye ötlet volt. Aja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 j
Üldöznek. Üldöznek, és itt egy ilyen, mi ez, falu. Meg kellene bújnom. Nem tudom, mennyire tudom behajdolni magam. Meddig fognak üldözni ezek? Aj, ne jönnek, gyerekek, jönnek! Nem tudok jobban visszavonulni, szerintem. Jó, hát itt nekem végem, szerintem. Hát... Ed, az tuti, hogy itt végem van. Na jó, van, gyertek, csak... Úristen, hányan van a kettő? Négy. Jó, és itt lesz nekem a Sanyi. Nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Kell volna ölnöm párat, ezt akkor... Ez volna esélyem, és így keresnek, gondolom. És ezek nem fognak lekapni soha. Nincs kihajolás. Nem tudom, hogy hol tudnék elmenni. Ott vannak a csávok. Ó, megszöktem. Jó, oké. Ja, abba hagyják. Jó, nagyon jó. Abba hagyták a keresésemet. Tovább kellene mennem. Nem tudom, hogy merre. Hát ezen a táboron át, az megint kellemes lesz, úgy érzem. Gyerekek, ez nem nehéz egy kicsit itt? Á, hát ezt hogy csinálom meg? Most komolyan. Itt végig lopakodja? El nem hiszem. De kellene szereznem valami fegyót. Gyerekek, én megpróbálok most itt szerezni egy fegyót, nem tudok. Menteni gondolom nem lehet, jó? Megcsinálom, megpróbálkozunk vele. Hát ez nehéz lesz. Ott van egy láda. Hát ez nagyon kemény lesz, hogy én innen fegyvert szerezzek. Ez hol áll? Odzie. De hogy jutok be? Aha. Ez kikedek? Dobókés! Oh yeah! Érdemes volt idejönni. Oké, jó. Van egy dobókése. Hol van? Egyes, kettes körül. És akkor miért nem... És kiválasztottam? Jó, ott vannak igazából, de...
Mi a franca dobja el? Hát el nem hiszem, mivel dobja el a gyerekek. Shift Control, na most végig próbálgatom el. Hát ez megvan. Nem tudom, mivel dob, hát nem a G-vel szokott dobni gyerekek, hát hon, mivel dob ez? Na nézzük meg, mivel, hogy van ez, mert megörülök tőle. Isten, hol van? Na nézzük. Sprint. Shot. Jump. Trove. Középső egergomb. Basszus, nem jó a középső egergombam, komolyan mondom. Jó, nekem megy a G-re ez. Hát ez volt a gond, nem jó a középső egergombam, komolyan. Komolyan nem jó volt, ez tiszta vicc. Aha, jó. Itt akkor csinálhattam volna, próbál. Gondoltam, hogy valami gigszer lesz itt. Na jó, innen akkor az van, hogy nagyon fogom dobni ezeket a sávokat. Legalábbis ott azt alul kellene. Hogy vissza kellene mennem, azt törni egyet. Amíg nem olyan 82-en van, mondjuk talán el tudnék is visszaolni. Nem tudom, milyen messze tudom eldobni egyáltalán, ez is a probléma. Jó, egyet kinyírtam, és most egy nulla darab dobókésem van. És észre fog verni, az a csávót fel, nem. Jó, kinyírom. Most kezdek ideges lenni. Basz, mi a fasz történt? Azt a rohadt életbe, mit szórakozunk itt. Meg valami nagy macska darál közben. Jó. Mi a fasz? Mi a fasz ez? Jó, 2 HP-csikon van és automatán töltődik ugyanúgy, mint a FC3-ban, nagyon jó. Jó. Jó, itt még jönnek szerintem, meghallották itt a hangot. Aha, lehet szörcsölni, jó. Ha, micsoda volt? Pornó? Retro pornó volt már a gyerekek. Az anyád, úristen, jó. De kezdi kontrollra híreljek magamon, nem tudok, mert ilyen nincsen. Hírem. Nincsen, nincs egy drop se, ott írja ugye, hogy nulla. Hát mennyi kell neki gyerekek? Azt a rohadt. Jó, azt hiszem, hogy sikerült. Túlélnünk. Szeg tudom nyúzni? Kontrollal. De el tudok magamon hílelni. Ja, mindenképp tudsz magadon. Aha, nem kell hozzá semmi. Hát akkor ennyi. Ez jó, az jó. Tökéletes gyerekek. Főszerem az nagyon nem igen van. Jó, nézzünk körül egy kicsit. Mit ír itt valami mászás? Én fel lehet mászni ilyen objektumok tetejére, nagyszerű. Oké, jól is estem. Na nézzünk körül, hogy mégis mit lehet itt megtalálni. Ide nem lehet bemenni? Nem. Kicsit bepipultam, ne haragudjatok, de... Itt ez már egy kicsit őrítő volt, nem szeretem ezt a lopakodásos mizériát, megmondom őszintén. Na jó. Oda biztos nem lehet bemenni megint szembe. Így fel lehetne venni? Oké. Okay. És itt van valami gyémánt még, ott fent abban a házban valószínűleg, nem? Itt mutatja való, itt. Tehát itt hol van? Ah, ott fent akkor. Jó, körülnézek mindenhol természetesen. Ez micsoda? Egészségügy csomag. Jó, írom majd. Vagyis irat írom, úristen.
Na és itt a láda, amiben van a cumó. Oké. Gyerekek. Jó lenne valami safe zónába, valami biztonságos zónába eljutni. Oda jó, hogy felajánlgatja, hogy fel lehet mászni a tetők, ez nagyon nagyszerű. Lehet használni ugye, amikor harcolunk. Na nézzük, mert arra kellene tovább menni. Ugye, ja, oda a toronyhoz kellene elérni. Oké. Na nincs valami távcső, nincs. Hoppá, én vagyok a Mikulás. Na, menjünk tovább. Kíváncsi vagyok, hogy mit lehet ott, mit kapunk. Ugye lehet járművel vezetni Far Cry-okba, úgyhogy arra is kíváncsi vagyok nagyon, hogy miket lehet elvileg valamilyen háromkerekű járművet is láttam még régebben, ilyen screenshotokon. Ó, ott van valami valami cucc. Valószínű, hogy arra kell menni. Jó néz ki ez a víz. Reméltem, hogy nagyon nem sérülünk, hogyha beleugrunk. Ó, hogy itt hogy fogok felúszni, fel tudok? Ja, jó, nem is kellett úsznom. Igen, és tudom, hogy elhagytam egy ilyen... Hogy is hívják ott? Egy ilyen gyémánt alakot, valami kincset, de most az annyira nem zavar. Nem tudok itt felmászni, de jó. Meg kell szokni, hogy fel tud mászni helyekre ez a karakter. Hogy tudok tovább jutni olyan? Valamit benéztem, nem? Oda kellene átmennem. Rossz oldalon vagyok, gyerekek. Szupi. Ja, meg kell szokni, hogy itt tök jó felugrik. Vagy felmászik. Elég magas helyekre is. Ilyen 2 méterig kb. Ott egy kecske. Meg kéne vadásznom. Nagyon jó. Ugye gyűjtögetni kell, ugyanúgy, mint Far Cry 3-ban, aki nem játta a játékot, Far Cry 3-at, ugye kell mindent craftolgatni itt már. Például ilyen inventory növelő zsákokat, meg ilyesmiket. Ó. Nagyon jó. Ha megnézzük, hogy miket tett craftolni, valószínűleg úgy is mutatni fogja a játék, hogy mit csináljunk. Ilyen tutorial jelleggel. Úgyhogy... Gyere, meg volt? Haver! Jó. Ho! 2 kinyírtam, jó. Szupi. Na nézzük, hogy mégis miből élünk, mit kell csinálni itt. De jól néz ki, ez ilyen kicsit ilyen tibeties jellegű vibe. Mi az? Aha, ugorjunk nagyot, jól van, mindjárt körülnézek egyelőre. De jól néz ki. Tudom, el kell érni a torony. Na, oda kell ugranom valószínűleg a kötelekre, vagy pedig arra. Választhatok? Hát akkor futok erre. Tökéletes. Örülök ám neki, hogy nem döglök meg így instant. Meg se haltam eddig meg. Bár aztán egyszer majdnem. Amikor itt lopakodni próbáltam, meg amikor a középső egergombom nem volt működőképes. Tényleg nem jó az középső egergombom, nem tudom. Én nagyon sokat használom, főleg webböngészéshez. Hát, ott volt valaki. Oh yeah, kötél, kösz. Főleg ez egy böngészéskor ugye új lapon megnyitás, hogy új lapon... Mi ez? Ó, Jézusom. Lefele csúszás, felfele. Akkor ezek szerint nagyon sokat fogunk mászkálni kötélem, hogyha ennyire így megvan oldva. Tuti. Hello, baby! Ó, Mizu! Ahogy mondod? Azért. Mit látsz? És azt mondja, hogy látod valamit ez.
Ez annyi az egésznek az értelme, hogy nézegessük mi is, hogy milyen szép a táj, nem? Jó, szép a táj, köszi. Menjünk. Úgy alapos segged van, ez nő egyáltalán? Van neki szép karkötője, fonat. Most ez itt fog nézegetni, basszus, nekem tovább kell mennem, mondom, mi a tököm most, ez itt fog nézegetni egész végig. Jól van. Ez valószínű, hogy akkor ez egy ilyen barátságos zóna lesz, nem? Jó néz ki az a gép. Kicsit ez Skyrim-es, figyeljetek így, hogyha nem lenne a fegyver. Tényleg Skyrim-es. Nincsen üvöltés. Buh! Ezek izé, papírlapok. Könyveknek lapjai. Azt nézem, hogy mi ezek a színes dolgok. Micsoda Tower? Tower! Ó, itt vannak sok jó barát van. Meg graffitiznek itt. Már itt bizony lazulás lesz. Biztos van fű meg minden. Lopom a fegyót. Hello! Júj, mennyi somó cucc van itt, szana szétszorva, lopom el mindent. Ja, itt... Aha! Itt ilyen itt... Júj! Kiürítettem a ládát, ez lehet, hogy ilyen újra termelődős ládikók, nem? Ó, van itt minden, mint a bucsukban. Jól van. Ne! Nehogy jöjjenek az enemik! Nem akarom! Na, srácok! Úgy gondolom, hogy így első látásra videónak tökéletesen elég volt ez. Hú, ez lehet, hogy egy kicsit hosszú is lett. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Valószínű, hogy fogok belőle részeket csinálni, mert engem ez nagyon-nagyon érdekel ez a játék. Ahogy idő engedi, így fogok bele játszogatni, és akkor toljuk tovább ezt a játékot. Na, köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok!